Üdvözítünk szabad, és Isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Nagy aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te Krisztus, ami Urunk által.
alkalmakon szoktam mondani, hogy a házasság szentségének a lényege, a másik üdvösségének a hordozása, hogy mindig felsorolhatnak a jubilás helyén. Ti most már tudjátok, hordozzátok egymás üdvösségét, legyetek egymás számára társa Krisztus követésben. És hogy majd kivonulásról ez történik, előttetek valahogy a napság, a pap, aki Krisztusnak a megjelenítője, az egyház szolgálata előttetek van, bele tudtak kapaszkodni, hogy ez az út ne legyen irányvesztetlen, vagy céltalan, hanem a Krisztus nyomába tudjatok szegődni már együtt.